Gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra. Talán azt lehet mondani, hogy egy sporttörténeti eseményről fogunk tudni beszámolni, mégpedig a magyar torna történetében 10 éve nem tapasztalt sikert ért el a győri atléta csapatból is kiálló válogatott. Csoport eredményen bronzérmet szereztek, és ennek a csapatnak egy oszlopos tagja, Mészáros Krisztófer, aki itt van velem a vonalban. Szerbusz Krisztófer, üdvözlünk itt a Hit Rádióban. Sziasztok, és üdvözlök minden kedves hallgatót. Hát még mielőtt a konkrét versenyről és eredményről kérdezlek, azért egy kicsit hadd ássunk egyből a kis kulisszatitkok mögé. Én itt találtam rólad egy beszámolót, ahol a nappalit te rendesen átrendezted. Mi is történt ebben a nappaliban? Mit kell tudni? Hogy készültél te? Igen, hát ugye amikor elkezdődött a karantén, akkor ugye bezárták az olimpiai sportparkot is, és kértük a GYAC elnökét, hogy hadd kapjunk szereket, és hogy hadd vigyük haza. És egyébként még több kis tornász is vitt haza, ilyen kis kiegészítőket, de én hazavihettem egy rendes nagy lovat, egy kisebb korlátot, szőnyegeket, dobbantót, kiskarfát. Hát rendesen átrendezted a nappalit, na, tehát azért... Igen, teljesen. És ugye ezen edzettem minden nap. Volt olyan nap, amikor 2 is edzettem, és ilyen 2-3 órákat is tudtam edzeni. Úgyhogy, és amúgy csak egy hét volt ilyen, amikor itthon kellett edzenem. Utána már el tudtunk menni Pestre egy héten 2-szer edzeni, de akkor is még itthon voltak a szerek, úgyhogy akkor is a többi napon még edzettem itthon. Igen, egyébként ez kérdésem lett volna, de közben válaszoltál is rá, hogy kerültek a nappaliba a szerek, tehát akkor azt úgy kaptátok gyakorlatilag. Mert mondom, azért az egy ilyen komoly háttérszponzori segítség is lehetett, és itt elsősorban lehet, hogy a szülőkre gondoltam a háttérszponzorként, hogy ha ezeket úgy beszerezték neked, hogy a nappaliba ezután ne a kanapé és ne a tévé kapja a főszerepet, hanem a ló mondjuk, vagy éppen egy korlát. Hogy látod te egyébként ezt az időszakot? Mennyire speciális tornás szemszögből, sport szemszögből? Azt nyilván most itt az olimpia kapcsán itt közben jönnek az információk, hogy mikor lesz újra szervezve, hogy sikerül újra szervezni, de általában a sportéletet hogy élitek ti így meg ebben az időszakban? Mit láttok ebben? Sokat kellett átalakulni, rugalmasnak kellett lenni, sikerült-e azért egymást gyakorlatilag a versenyek hiány is akár azért ösztönözni, támogatni. Ugye ti csapatban és egyéniben is szerepeltek a versenyeken, ez hogy alakult át? Igen, hát ugye a vírus miatt nagyon sokat edzettünk mindig máshol, mindig másik terembe, ott mindig mások a szerek, mindegyiket meg kellett szokni, és ugye ez is hozzájárult például az Európa-bajnokságon elért eredményhez is, mert ott is tök más szerek voltak, és mi gyorsan meg is tudtuk szokni. Hát ugye a csapat szempontjából nagyon össze tudtunk szokni, mert itt az EB előtt 2 hónapig szinte össze voltunk zárva, és Tatán edzőtáboroztunk folyamatosan. Mindig csak hétvégén jöttünk haza, akkor találkoztam a szüleimmel, testvéreimmel, úgyhogy most itthon tudok lenni egy kicsit. Azért mutassuk be a csapattársaidat, ugye felnőtt tornász válogatottról beszélünk, hogy kikkel voltál most együtt, és akkor most érjünk is rá, hogy hol is volt az Európa-bajnokság, mi volt az összetétel, kikkel kellett már láthatólag az első pillanatban megküzdenetek? Ugye van még egy győri srác, a Tomcsányi Benedek, ő még a csapat tagja volt a felnőttben, még a Vecsernyi és Dávid van a csapatban, a Bátori Szabolcs és a Kis Balázs. És engem az is érdekel egyébként, hogy ahhoz, hogy nyilván felnőttként versenyezzetek, egyébként így a csapat összetételében milyen a korosztályos eloszlás? Tehát ki a legfiatalabb, ki a legidősebb, számít-e egyáltalán így csapat szemszögéből? Te ezt hogy éled meg? Hát
én meg a Benni vagyunk a legfiatalabbak, meg a Bátori Szabi. Én vagyok 19 éves, a Benni is, a Szabi ő meg 18, úgyhogy ő a legfiatalabb. Uh-huh. A Vecsernyi és Dávid ő a legidősebb, mert ő aztán már ő 30 körül van, úgyhogy ő a csapatkapitány, és úgyhogy azért szét vagyunk oszlatva. Igen. Úgyhogy, de egész jól összeszoktunk, tök jó volt a csapat hangulata, és nagyon örülünk ennek az eredménynek. Mire adott nektek ez gyakorlatilag egyfajta biztosítékot? Tehát mi az, amit gyakorlatilag ezzel a versenyeredménnyel aztán be tudtatok magatoknak biztosítani? Vagy mi a következő kihívás, amit ennek az eredménynek a tükrében el tudtatok érni? Hát a következő kihívás az ugye a bázeli Európa-bajnokság lesz áprilisban. Szerintem annyiból biztos, hogy jó volt ez az EB, hogy ugye megismertek a bírók, láttak minket tornázni, látták, hogy mennyit fejlődtünk, és a következő EB-n is nagyon jól szeretnénk szerepelni. Ugye mostani ez Törökországban volt, igen. Az utazás azt gondolom repülővel tudtátok megoldani. Mennyi ideig tartott a verseny maga? Azt hiszem, hogy két héttel ezelőtt szombaton indultunk, reggel 9-kor indult a repülő, aznap egész nap utaztunk, egy átszállásunk volt Isztambulban, és onnan a repülővel még nem Mersinbe mentünk, hanem Adanába, ha jól emlékszem, az ottani reptéren szálltunk le, onnan még egy másfél óra volt mire elértünk Mersinbe, és talán ilyen 9 körül értünk oda, szóval egész napos út volt, aznap nem is tudtunk edzeni, csak másnap kezdtük el az edzést, a versenyre. Nagyon jó eredményeket értél el te személy szerint. Itt gyakorlatilag a klubotoknak a honlapján olvasom azokat a pontszámokat, amiket talajon, lólengésben, korláton elértél. Ezek egyébként is az erős oldalaid, ezek a szerek, vagy most volt egy olyan pillanat is, amit jól ki tudtál használni? Én úgy tudtam eddig, hogy a talaj és a ló a legerősebb szerem, de korláton is nagyon jó gyakit csináltam, és ott igazából ott értem el a legjobb eredményt, mert ott lettem 5., a másik 2-szeren 6., úgyhogy nagyon örülök, hogy a korlát is így be fog érni, és ez még nem is a legnagyobb gyakorlatom, úgyhogy ott is még nagyobb gyakorlatot fogok csinálni, és még jobb eredményeket szeretnék azon a szeren is elérni. És a talajon meg lovon ott amúgy is nagyon szerettem volna finálézni, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ott összejött. Minek tulajdonítod egyébként azért ebben a speciális időszakban ezeket a jó eredményeket? Tehát mentálisan, pszichésen és fizikailag mi biztosítja azt a fittséget, azt a jelenlétet, hogy ott tudsz lenni a versenyen? Hát ugye rengeteget edzettünk folyamatosan ugye az edzőtáborokba, de legfőképpen az úrnak köszönhetem ezt az egész eredményt, mert miatta egyáltalán nem tudtam volna elérni ilyen eredményeket. És az úrhoz való viszonyodban egy ilyen kis mindennapi titkot áruljál, mert hogy hívod őt meg egy ilyen versenyre? Tehát mi az, amit elé tudsz vinni? Konkrétan tudsz neki mondani eredményeket, hogy mi lenne a jó, ha elérnél, mibe kérsz támogatást, vagy alapvetően a csapatot is kéred, a bírókat is kéred, hogy áldja meg? Tehát mi ebben a viszonyod így az úrral? Erről beszélj még két mondatot nekem. Igen, hát ugye nekem még van egy pszichológusom is, a Pál Melinda, ő még a Borna Misszában dolgozik pszichológusként. Nekem ő a sportpszichológusom, és abban segít nekem, hogy Isten igéje és az ő pszichológiai ismeretei, tanácsai hogyan tudnak támogatni engem a verseny közben. És ugye ezt a kettőt, a pszichológiát és Isten igéjét összegyúrjuk, és ez egy még erősebb löketet ad számomra a versenyen.
Krisztófer, nagyon szépen köszönjük, megosztottad velünk hát egyrészt a bizonyságodat is, másrészt pedig nyilván a sportéletben most jelen pillanatban elért eredményeidet. A következő megmérettetésekhez Bázelben nagyon sok sikert, Isten áldását kívánjuk, és a közelgő ünnepekhez pedig nagyon nagy örömöt, hogy a kiesett családi hiányt azt akkor most az ünnepek alatt be tudjad pótolni. Köszönöm szépen. Mészáros Krisztófer, a Győri Atlétika Klub versenyzőjével beszélgettünk a törökországi Európa-bajnokságon elért eredményekkel kapcsolatban. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Szia! Viszont hallásra, sziasztok!